Szép estét kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Városi Televízió nézőit. A tanév utolsó hetében járunk, a diákoknak már csak néhány napig kell iskolába járniuk, és beköszönt számukra a szünidő. Meg annyi rendezvényen forgattunk mindkét általános iskolában. Adásunk elején is a képzőművészeti kiállításon látható alkotásokból készített zenés összeállításunkat láthatták. A mennyitóról készült felvételeket, s a többi eseményt jövő heti adásunkban foglaljuk össze önöknek, s hogy milyen tartalmú műsort láthatnak ma este, képes ajánlomból megtudhatják. A trianoni emléknél helyezték el az összetartozás virágcsokrát a nagyatádiak. A gimnáziumban is felelevenítették a 95 évvel ezelőtt történt eseményeket. Egy politikai párt is gyászolt június 4-én Nagyatádon. A pedagógusokat köszöntötte a Bárdos iskolában Huszár Hajnalka, a járási tankerület igazgatója. Horváth József és Gulácsi Ibolya kapta az év ápolója és az év asszisztense címeket az idei Ápolók napja alkalmából tartott rendezvényen. Közel 250 óvodás ismerkedett a katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentősök munkájával a Kék Lámpák napján. Vendégünk Perger Péterné, a nagyatádi óvodák vezetője lesz, akivel az intézményekben folyó életről, a beiratkozásról és a legutóbbi rendezvényekről beszélgetünk. Egy új sportegyesülettel gazdagodott Nagyatád, az Asztali Teniszklub első amatőr versenyét is megrendezte már a városban. 14. helyen zárta a bajnokságot a Nagyatádi Futballklub felnőtt csapata. Társagunk vendége Ander Balázs országgyűlési képviselő lesz, akivel parlamenti munkájáról és mindennapi feladatairól beszélgetünk. 95 évvel ezelőtt írták alá a trianoni békeszerződést, melynek következményeképpen az országhatárok jelentősen megváltoztak. Hazánk népessége is felére csökkent. E történelmi eseményre emlékezett több civil szervezet a Rinyomenti városban. A trianoni tragédiára emlékezve 2010-ben nyilvánította június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává a Magyar Országgyűlés. Idén immár 5. alkalommal emlékeztek a fájdalmas múltra a Ferences udvarban található emlékműnél a nagyatádiak. A Nemzeti Összetartozás, a Magyar Nemzeti Összetartozás napja, ami Trianon napja tulajdonképpen, hát ami úgy gondolom, hogy minden magyar embernek egy nagyon nagy fájdalom, de próbáljuk ezt úgy felfogni, hogy nem a rosszat kiemelve belőle, hanem valóban a nemzeti összetartozást. Itt a Trianon emlékműnél, Ferences udvarban már évek óta megemlékezünk erről az eseményről. 2015-ben Kovács Géza köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte dr. Orbán Csabát, Kárpáti Lászlót és dr. Gara Istvánt, hogy közösen helyezzék el az összetartozás virágcsokrát a trianoni emlékmű lábánál. Nem koszorúzunk ezen a napon, hanem mindenki elhozza a saját csokrát vagy a saját virágját a saját kertjéből, ha lehet, és valóban egy nagyon színes csokrot alkotunk meg közösen, ami a nemzeti összetartozást szimbolizálja. Ezt követően felelevenítette az 1920. június 4-én történt eseményeket Kovács Géza. A megemlékezést követően a Ferences Kolostorban folytatódott tovább a program, ahol egy irodalmi műsoron vehettek részt az érdeklődők. Az idén Váradi Péter Pál és Lővei Lilla, valamint Sós Andrea lányuk fognak előadást tartani. Ő az az erdélyi házaspár, akik talán a legszebb színes fotóalbumot és LP-ről szóló könyveket adják ki. Nagyon örülök, hogy ők fogják ezt a műsort tartani az idén, és annak is külön, hogy Reményik Sándorról szól majd ez a műsor, aki az erdélyi költő, akinek tényleg minden versében tükröződik ez a fájdalom és a nemzet összetartozás. Dr. Orbán Csaba örömét fejezte ki, hogy olyan rangos elismeréssel rendelkezik a házaspár férfi tagja, melyre minden magyar büszke lehet. Váradi Péter Pál, akinek amúgy édesanyám osztályfőnöke volt Nagyváradon, ő a tavaly
augusztus 20-án, a nemzeti ünnepünkön. Áder Jánostól a köztársasági elnöktől vehette át a Magyar Érdemrend lovak keresztjét, ami egy nagyon komoly elismerés volt, és a kitüntetésen ez a szöveg állt, szeretném szó szerint idézni: Erdély természeti és kulturális kincsekben gazdag hagyományainak továbbörökítése, valamint Erdély magyar kultúra szellemi örökségének megőrzése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként. Úgy gondolom, hogy ők valóban ezt megérdemlik, rászolgáltak erre. Gyönyörű könyveik vannak, és nem csak a Erdély tájait és a kultúráját mutatják be, hanem Erdély szellemi nagyjait is bemutatják. Mint például Orbán Balázs, Kányádi Sándor, Vas Albert, s az idei évben Dzsida Jenő összes művét gyűjtötte egy csokorba a Veszprémben élő házas pár. Az irodalmi műsorban Hereményik Sándor versek hangoztak el, így emlékezve Trianonra, az ország három részre szakadására. A gimnáziumban is felelevenítették az 1920-ban történt eseményeket a diákok. Az intézményben a 11. évfolyamos tanulók adtak műsort, míg a megemlékezést követően egy könyvbemutatóra került sor. 1920. június 4-ére emlékeztek a nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola tanulói, tanárai. Az intézményben évek óta megemlékeznek Trianonról, mely 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napja. A mai azért különösen, mert már második alkalommal a határtanuló pályázat készítői és megvalósítói készítik az ünnepi műsort és megemlékezést, és ennek kapcsán egy témanapot is tartunk. Az elmúlt évben szakközépiskolások és gimnazisták készítettek közösen egy projektet, a mesét, hogyha emlékeznek rá a televíziónézők. Az idén pedig egy-egy kis bédekkert készítettek Temesvárról és Nagyatádról a diákjaink. A műsorban a 11. A és a 11. C osztály tanulói vettek részt, akikhez Molnár Tibor is csatlakozott. A versek mellett dalszövegeket is felelevenítettek a szereplők, akiket Polyák Réka készített fel a rendezvényre. A műsor elsősorban azt gondolom a magyarság összetartozásáról, a magyarok, és főleg a hazai magyaroknak az összetartásáról szól, hiszen én azt gondolom, hogy ő ezt nagyon jól felismerte, hogy ez egy milyen fontos téma. Mennyire fontos az, hogy a hazánk megmaradása érdekében a magyarok összetartsanak, hiszen Vörös Marti annak idején a Handabasa vagy a Fátyol titka című darabjában pontosan arról ír, hogyha két magyar összetalálkozik, az két fele hajol. Tehát itt nagyon aktuális, én azt gondolom, a egy-egy cél érdekében, helyes cél érdekében a magyarságnak és a magyaroknak, a hazai magyaroknak is az összetartása. Dr. Büttner-né Bódi Ágnes szerint az összetartozás mellett egy másik tartalmi mondani valója is volt a műsornak. A másik fontos cél, amit megfogalmazott, ennek a korosztálynak nagyon aktuális, az itthonmaradás kérdése. És éppen ezért Reményik Sándor Eregyhatúc című versével fog zárulni az ünnepi megemlékezés. 125 éve született Reményik Sándor költő, az erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja. Eljeles évfordulóhoz kapcsolódóan egy könyvbemutatóval folytatódott az iskolában a program. Lővei Lilla és Váradi Péter bemutatják a Reményik Sándor köteteket, és leányuk Sós Andrea pedig Reményik Sándor verseket fog elmondani. A házaspár nem először járt Nagyatádon, azonban első alkalommal adtak olyan műsort, mely kifejezetten a diákokhoz szólt. Több könyvbemutatót tartottak már délutáni, késő délutáni órákban, de a határtalanul témanapjához kapcsolódóan kifejezetten a diákoknak és a tanároknak szól ez a mai előadás. Lővei Lilla és Váradi Péter Pál több könyvvel és egy prezentációval készültek a diákoknak. Gyakorlatilag az a munka, amit Erdély feltérképezésével és bemutatásával végeznek, az hasonló egy kicsit az Orbán Balázs féle székelyföldi gyűjtőmunkához, aminek nyilván a pozitivista előzményeire tudnak építeni, de a mai Székelyföld, vagy a mai Erdélynek a bemutatása, mert nem csak Székelyföldet, hanem az egész Erdélyt bemutatják ezek a kötetek, a
egy visszacsatolás a régi Orbán Balázs és a mai állapotok bemutatásához. A rendezvény végén Dzsita Jenő összes művét tartalmazó kötetét is bemutatta a tanulóknak a szerzőpáros. Június 4-éről egy politikai szervezet is megemlékezett a városban. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Nagyatádi Alapszervezetének tagja által tartott rendezvényen Ander Balázs országgyűlési képviselő is részt vett. Bensőséges megemlékezést tartottak Nagyatádon a Jobbik Magyarországért Mozgalom Nagyatádi Alapszervezetének tagjai és a párt szimpatizánsai. A rendezvény elején Simonné Tóth Mária Erzsébet önkormányzati képviselő emlékezett meg 1920. június 4-éről. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Nagyatádi Alapszervezete és ifjúsági tagozata immár 4. éve emlékezik meg a Trianonról. Tudni kell, hogy a Jobbik nem ünnepel, nem zenés muradságot rendez, hanem mi gyászolunk, mert nekünk fáj Trianon. Az önkormányzati képviselő után Ander Balázs elevenítette fel azokat a történelmi eseményeket, melyek miatt Magyarország elveszítette területének 2/3, ezzel lakosságának jelentős részét is. Mintha kitéptek volna a szívünkből egy darabot, melyet még ma sem dolgoztak fel azok, akikben él a hazaszeretet és a nemzeti érzület, tette hozzá az országgyűlési képviselő. Ander Balázs megemlékező beszéde után Hegyi Kevin mondta el Szőke István Attila Esküszünk című versét. 2015-ben koszorút helyezett el a trianoni emlékmű lábánál Ander Balázs és Simonné Tóth Mária Erzsébet, míg a fiatalok is lerótták tiszteletüket a megemlékezésen. A Jobbik Nagyatádi ifjúsági tagozata nevében koszorút helyezett el Somogyi Attila, a Jobbik Nagyatádi ifjúsági tagozatának elnöke, és Hegyi Kevin, a Jobbik ifjúsági tagozatának alelnöke. Fontosak ezek a megemlékezések, hiszen nekünk fáj Trianon, és fontos megemlékezni a múltról, és nem szabad engednünk, hogy újra mindez megtörténhessen. A megemlékezés végén közösen énekelték el a székely himnuszt a jelenlévők, akik így emlékeztek a 95 évvel ezelőtt történt, az országot 3 részre szakító trianoni békeszerződésre. Társalgó című műsorunk vendége Ander Balázs országgyűlési képviselő lesz, akivel nem csak a Trianonról fogok beszélgetni. Június első vasárnapján a pedagógusokat ünnepelték országszerte. Nagyatádon is köszöntötték a tanárokat, akik közül többen munkájuk elismeréséért kitüntetésben részesültek. A pedagógus munkája áldásos és felelősségteljes. Egy zsarátot kap, s rajta áll, hogy hamu vagy fáklya lesz belőle. Herman Otto így fogalmazta meg, milyen is a pedagógusok élete. A Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ nagyatádi tankerülete közösen Nagyatádváros önkormányzatával immár 3. alkalommal köszöntötte a pedagógusokat. A Bártos iskola aulájában tartott rendezvényen Orma István polgármester köszöntője után Huszár Hajnalka tankerületi igazgató méltatta a pedagógusokat. Aki a pedagógus hivatást választja, az egy életre kötelezi el magát. A pedagógus pálya többet követel annál, ami megtartani a napi kötelező órákat, vagy az óvodai foglalkozásokat. A pedagógus egész lényében és egész életében pedagógus van. Magyarországon először 1952-ben ünnepelték ezt a napot, melyen minden pedagógust egyformán megillet a köszönet, jegyezte meg Huszár Hajnalka. Az önök munkája nem mindig kecsegtet az anyagviségjelben. A munkájuk valódi hasznos sokszor csak évek, esetleg évtizedek múlva mutatkozik meg, és attól a hosszúból önöknek lehet, hogy csak egy kevés műsor, egy hálás köszönetét. De az a melegség, amit a nap melege ad a földbe, amit viszont önök a szívükből, lelkükből adnak a gyermekeink felé, az higgyék el, hogy ugyanolyan fontos, és nagyon-nagyon fontos mindenki számára. Én is ezzel a hálás köszönettel zárom a gondolataimat. Köszönöm a munkájukat, a hitüket, az optimizmusokat és a kitartásukat. A köszöntők után a nagyatádi óvodák intézményeiben kiemelkedő szakmai, pedagógiai munkát végzők részére elismerő oklevelek átadására került sor. Ilyen díjban részesült Németh Ágota óvónő, aki pályáját 1980-ban kezdte a Napsugár óvodában. Lengyelné Tóth Anita, aki tehetségével meghatározó élmény nyújt a gyerekeknek ének, versmondás és kézügyesség tekintetében.
Zagorczné Ernyes Rózsa Dajka 1996 óta dolgozik a Nyitnyi Kék óvodában, aki eredményes és példaértékű gondozási és nevelési munkájáért részesült elismerő oklevélben. A Nagyatádon működő köznevelési intézményekben példaértékű szakmai munkát végző pedagógusok részére is okleveleket nyújtott át Huszár Hajnalka és Orma István. Mikszai Szabolcs nevelőtanár a József Attila kollégiumban végzett magas színvonalú következetes és precíz szakmai munkájáért részesült elismerésben. Szigeti Nésomogyi Valéria, az Éltes iskola gyógypedagógusa, szintén kiemelkedő szakmai munkájáért vehetett át oklevelet. Kiemelkedő innovációs tevékenységért Stoff Jánosné, az Éltes iskola gyógypedagógusa is díjban részesült az ünnepségen. Molnárné Varga Ildikó sokoldalú szervező munkájával vívta ki kollégái megbecsülését. Krénusza Brigitta, aki csendes, nyugodt tanítói munkája mellett minden ünnep évforduló előtt díszbe öltözteti a Bárdos Lajos általános iskolát. Szőcsényiné Horváth Editta közösségért végzett önzetlen munkájáért részesült elismerésben. Bácsainé Kinyás Juditta tehetséggondozásban végzett kiváló munkájáért vehetett át oklevelet. Szabó Miklósné, a Bárdos iskola pedagógusa is elismerésben részesült az ünnepségen. Novákné Szerid Izabellát kimagasló szervező munkájáért szólították a színpadra. Bacsa Antalné közel 4 évtizede tanít az Árpád Fejedelem általános iskolában. Lelkiismeretes munkájáért részesült elismerésben a pedagógus napon. Gyulai Nébukovics Ildikó, aki diákjait a magyar nyelv az irodalom szépségének felfedezésére ösztönzi, munkájáért ő is oklevéljutalmat vehetett át. Alsecné Sipos Ibolya aktív szervezője és résztvevője az Árpád iskolában zajló programoknak. Kiváló közösségi tevékenységéért vívta ki a tankeret megbecsülését. Vránicsné Bődi Ildikó az Ady Endre gimnázium tanára, aki osztályfőnökként, valamint testnevelés földrajz szakos középiskolai pedagógusként mutat példát növendékeinek. Tóth Ágnes Katalin, aki fontos szerepet szán a tanulás tanításának, a különleges bánásmódot igénylő tanulók fejlesztésének, a tehetséggondozásnak. Horváth Attila középiskolai tanár, aki a tanügyigazgatásban pontos, az oktató-nevelő munkájában kimagasló szakmai felkészültségéről tett tanúbizonyságot. Mindezekért részesült elismerésben. Bácskai Zoltán az Ady Endre gimnázium és szakközépiskola informatikai szakképzésének és közismereti képzésének egyik megalapozója. Hosszú József mérnök szakoktató, aki 50 éve dolgozik a szakmában. Nyugdíjasként nagy szaktudással és elkötelezettséggel oktatja a szakágazati gépészképzésben résztvevő fiatalokat. Az idei pedagógus napon azok is elismerésben részesültek, akik ma már nyugállományba vonultak. Az Emberi Erőforrások minisztere pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott Kalmár Lajosnénak, Illés Mártának, Zimmermann Bélánénak, Johancsik Zsuzsannának és Pauker Zoltánnak. A rendezvényen azok a pedagógusok, akik 50, illetve 60 éve szerezték oklevelüket és hivatásukat közmegbecsülésre méltóan teljesítették, a diplomájuk megszerzésének évfordulójára arany, illetve gyémántdíszoklevelet vehettek át. Így Fellegi Bálintné Vasanna és Gulyás Józsefné Farkas Ilona aranyoklevél elismerésben részesült az ünnepségen. A Pécsi Tudomány Egyetem pedagógiai kara adományozott gyémántoklevelet dr. Horváth Jenőnek. Szintén gyémántoklevelet vehet majd át Karai Lajosné, Mráv Jánosné és Tamás Lajos, akiket a Kaposvári Egyetem pedagógiai kara részesített eme elismerésben. Varga József, Nagyatádváros díszpolgára 60 éves diplomaszerzésének évfordulója alkalmából veheti majd át az Eötvös Loránd Tudományegyetem által adományozott gyémántoklevelet. Az elismerések átadását követően az Ady Endre gimnázium és szakközépiskola növendékeinek műsorát tekinthették meg az ünnepeltek. A fiatalok a Légy jó, mint halálig című műzikelből adtak elő egy részletet. A diákokat Johancsik Zsuzsanna készítette fel. A rendezvény egy állófogadással zárult, ahol Varga József, gyémántokleveles nyugállományú igazgató mondta a pohárköszöntőt. Az év ápolója címet Horváth József, míg az év asszisztense elismerést Gulácsi Ibolya vehette át az idei ápolók napi rendezvényen. A Városi Kórházban ünnepi műsorral köszöntötték az intézmény munkatársait. Több mint 400-an dolgoznak a Nagyatádi Kórházban. Őket ünnepelték az idei évben is az ápolók napja alkalmából az intézményben. Minden évben megünnepeljük az ápolók nemzetközi napját. Florence Nightingale nevéhez fűződik az ápolók napja, aki megteremtette az iskola rendszerű ápoló képzést, és ennek függvényében ennek az évében is ünnepeltük az ápolók napját hagyományokhoz híven.
Az idei év azonban mégis más volt, hiszen 2015-ben nem a megszokott helyszínen tartották az ünnepséget. A kórház épületének felújítása miatt ezúttal az ebédlő adott helyet a rendezvénynek. 37 év után egyrészt egy kicsit szomorúak vagyunk, egyrészt viszont nagyon büszkék vagyunk, hogy az aula felújítása kerül, ott fog létrejönni az új sürgősségi, és emiatt az étterembe rendeztük meg az ápolók napját, ahol én úgy gondolom, hogy ugyanúgy méltón tudtunk ünnepelni, mint az elmúlt évekhez hasonlóan. A rendezvényen Orma István polgármester is köszöntötte a jelenlévőket, majd az ünnepi műsort követően kerültek átadásra az elismerések. Minden évben meghirdetjük az évápolója, évasszisztensé címet, amit a kórházi dolgozók szavaznak meg a főnővéreken keresztül. Az idei évben az év ápolóját Horváth József, a pszichiátria ápolója, és az év asszisztensét a sebészeti szakrendelő asszisztense nyerte el. Miért is őket választották? Hát az empátia készségük, az emberségük, talán a kórházhoz a hűségük, hiszen a Józsi kezdetek óta, és ugyanúgy elmondhatnám Ibolyáról is, 35 éve szolgálja a betegeket. A Józsi az nehezebb helyzetben van, hiszen pszichiátria betegek ellátásával foglalkozik én már 30 éve. Ibolya pedig a pörgős mindennapokba, a sebészeti szakrendelőbe látja el asszisztensi feladatait, ahol naponta 80-90, időnként 100 beteg is megfordul. Igazgatói dicséretben részesült Dakos Nébók Erzsébet, a központi laboratórium munkatársa. Kuzmáné Pintér Bernadett, aki a mozgásszervi rehabilitációs osztályon dolgozik. Minorics Németh Gyöngyi, a krónikus utókezelő osztály munkatársa. A központi LKG-n végzett lelkiismeretes munkájáért dr. Pejhe Jánosné, valamint a pszichiátriai rehabilitációs osztályon dolgozó Török Anikó részesült elismerésben az idei ápolók napján. Nem csak megdicsérni és megemlékezni, hanem igazából ünnepelni. Azért mondom így, hogy ünnepelni, mert számomra ennek a szónak sokkal nagyobb a tartalma, és sokkal nagyobb a kifejező ereje azok a munkatársak irányába, akik szó szerint éjjel és nappal ott vannak a betegek mellett, és teljesítik a szó nemes értelmébe véve a szolgálatot. Ezt a mostani lehetőséget is megragadom arra, hogy köszöntsem valamennyi munkatársamat, aki lelkiismeretesen, odaadóan és élethivatásként az ápolást és a betegek gyógyítását választotta. Az intézmény munkatársai, illetve a kitüntetettek számára fontosak ezek a rendezvények, hiszen mindenkinek jól esik, ha ilyen formán is megköszönik munkáját. A mindennapokban a jó szó, egy dicséret nagyon fontos, de az, hogy mindenki előtt ezek a kitüntetések átadásra kerülnek, ez mindenképpen az egyénnek a létét, a mindennapjait, a szolgálatát ismeri el. Az ünnepség végén megvendégelték a dolgozókat a szervezők, így is megköszönve azt a munkát, amit a betegekért, a kórházi ágyon szenvedőkért tesznek hosszú évek óta. Egy pályázathoz kapcsolódott az a flashmob, melyet az Árpád iskolások kezdeményeztek még májusban. A diákok és tanáraik egy olyan problémára próbálták meg felhívni a figyelmet, mely egyre több gyermeket érint a kistérségben is. A szegénység ellen tiltakozunk! Ne legyen szegénység! Még a szakadó eső sem szegte kedvét az Árpád iskolásoknak, hogy kivonuljanak az utcára, és felhívják a figyelmet a gyermekszegénységre. Igazándiból egy flashmobról van szó, ami egy hirtelen történő megnyilvánulás, valamely cél érdekében valamire történő figyelemfelhívás. Jelen esetben a gyerekekre szeretnék felhívni a figyelmet, hogy mit kívánnak nekik az emberek, mit gondolnak a mai gyerekekről, és ezzel kapcsolatban kérjük meg őket, hogy legyenek kedvesek az itt jelenlévők a dobozra, ami egy fő mintát, mintáz oda felírni egy gondolatot, és ezeket a gondolatokat mi majd el fogjuk olvasni, és a gyerekeknek tolmácsolni. Ezen túlmenően mindenki, aki ír a dobozunkra, kap egy kis papírt, amin van egy link, egy elérhetőség, amin keresztül megtudja, hogy mi mit szeretnénk elérni, mit teszünk a gyerekekért, és hogyha már csak annyit elértünk ezzel a programmal, hogy felhívtuk az emberek figyelmét a mai kor fiataljaira, gyermekeire, akkor már megérte, és hogyha megnézik a videót, akkor egészen biztos, hogy ők is egy kicsit elgondolkodnak azon, hogy mit lehetne csinálni, és miről is szól ez a fakulta. Azt gondolom, hogy meg fogják nézni, miután ők is rajta lesznek ezen a videón, amit készítünk.
Az Árpád iskolások különleges flashmobját örömmel fogadták a nagyatádiak, akik egymás kezéből ragadták ki a tollakat, mert mindenki szeretett volna írni a diákok által készített dobozra. Közel 200 fő, 198 fő van jelen, az Árpád fejedelem általános iskola összes felsős tanulója, illetve a háromfai Móricz Zsigmond általános iskolának a tanulóiból 10 fő van jelen per pillanat. Nyilvánvalóan a program több gyermeket érint, az időjárás miatt most ennyien tudtunk jönni, de azt gondolom, hogy jelen elsős időben 200 fő is nagyon szép. A fiatalok hetekkel a flashmob előtt elkezdtek készülni a rendezvényre, hiszen a Fakultas elnevezésű programnak ez a mostani csak egy állomása volt a sok közül. Hát a gyerekek nyilván előkészítették azokat a feltételeket, megrajzolták a rajzot, elkészítették a felhívó plakátot, amit itt alkalmazunk, és nyilvánvalóan megbeszéltük, hogy mit szeretnénk mi ezzel elérni. Volt egy kis tájékoztató, közös program volt, végül is volt egy megbeszélés korábban, ott közösen találtuk ki, hogy mi legyen az, amivel mi fel tudjuk hívni a figyelmet. Közös projekt úgymond. A gyermekszegénység egyre több fiatalt érint, ezért tartják különösen fontosnak a nagyatádi és a háromfaj fiatalok, hogy felhívják a figyelmet arra, segíteni kell a rászorulóknak. Az iskolások által készített flashmobot, illetve a pályázat keretében készült alkotásokat, rendezvények összefoglalóit, a képeket megtekinthetik a www.fakultas.smgs.hu webcímen az érdeklődők. A kellemes meglepetéseknek nem csak a gyerekek örülnek. A Bárdos iskolában ezúttal a felnőtteket lepték meg a diákok. A most következő percekben a flashmob egy másik fajtájával ismerkedhetnek meg nézőink. Tanáraikat köszöntötték pedagógus nap alkalmával a Bárdos iskolában a diákok. Az intézményben először fordult elő, hogy egy olyan meglepetés műsorral kedveskedtek felkészítő nevelőiknek a tanulók, melyre még nem volt példa. Meglepetés volt, és aminek kifejezetten örülök, hogy a gyerekek saját maguk kezdeményezésére történt, készültek, régóta készültek, szerették volna ezt a kis produkciót megmutatni tanáraiknak, nevelőiknek köszönetként, és arra kértek, hogy maradjon titokban. Tehát valamennyi kollégám nyilván a közreműködők kivételével, aki betanította a darabot, illetve az ének betanításában közreműködött, senki sem tudta, hogy egy ilyen kis meglepetéssel készülnek a gyerekek, és ez tetszett nekem igazából az egészben. A rendezvény egy rövid műsorral kezdődött, melyben a diákok arra hívták fel tanáraik figyelmét, milyen iskolát is képzelnének el maguknak, ha ők állíthatnák össze a tanévet. A vidám percek után következett a meglepetés produkció. Néhány lelkes fiatal perdült táncra az aulában, míg egyik társuk elkezdte énekelni a Napóleon Bulvár Legyetek jók, ha tudtok című számát. A gyerekek kezdeményezésére készültünk egy pedagógus napi műsorral, ami a kollégáknak teljes meglepetés volt. Arra gondoltunk, hogy egy kicsit szebbé varázsoljuk a pedagógus napot így az intézményen belül. Rengeteg próbával, gyakorlással készültünk, zenés, illetve prózai jelenetekkel, ami ugye nagyon-nagyon sok időt igényel, de rendkívül lelkesek voltak, és így sikerült megvalósítani az ötletet. A pedagógusok arcáról sugárzott a mosoly, akik szemlátomást jóleső érzéssel fogadták a diákok műsorát. Remélem, hogy sikerült kellemes perceket szerezni, és egy igazi meglepetés, ami azt gondolom, hogy a gyerekek részéről szívből jött, és a részemről is. Az ilyen pillanatokért érdemes dolgozni a mindennapokban, hiszen ezek az apró örömök lendítenek át a nehéz időszakokon, jegyezte meg a főigazgató. Ilyenkor elfelejtődik az egész évnek a nem éppen pozitívum eseményei, ha vannak ilyenek, és ez tényleg nagyon aranyos és nagyon kedves tőlük. A műsor végén egy-egy jelképes ajándékot nyújtottak át felkészítőiknek a diákok, így is megköszönve tanáraiknak az egész éven át tartó lelkiismeretes munkájukat. Az imént látott percekben a nagyatádi fiatalok által előadott flashmobot láthattak nézőink. Most egy harmadik verziójával ismerkedhetnek meg a villámcsődületnek. A Babócsai általános iskolába látogattunk el kollégáimmal, ahol szintén többszörös célból rendeztek flashmobot a pedagógusok és a diákok. Az első villámcsődület 2003 májusában volt New Yorkban, míg flashmobot először 2003 augusztusában rendeztek Magyarországon. Azóta ennek a figyelemfelkeltő jelenségnek meg annyi változatával találkozhattak már az internetezők, a járókelők, a nagyatádiak, s legutóbb a babócsaiak is.
A Gábor Andor általános iskola diákjai és tanári egy támapos pályázat keretében szerveztek flashmobot. A Köznevelés az iskolában című kiemelt projekt partnerség és hálózatosodás moduljának közösségi esemény népszerűsítő programja volt a villámcsődület. Az intézmény udvarán a gyerekek és a felnőttek egy táncos flashmobban lepték meg a hozzátartozókat és az arra járókat. A megmozdulás célja a közösségi együttműködés erősítése, szélesítése volt, mellyel a szülőket és a civil szervezeteket szerették volna még jobban az iskolához kötni. A koreográfiát Fúszné Fakács Bernadett pedagógus segítségével az iskolai tánccsoport tanulta meg először, majd a diákok egymást tanítva gyakoroltak délutánonként, melyből egy látványos produkció kerekedett. 8. alkalommal szervezték meg hagyományos programjukat a nagyotádi óvodások, akik a megkülönböztetett jelzést használó szervek munkatársaival találkozhattak a rendezvényen. A gyerekek nem csak játszottak, de tanultak is a felnőttektől, akik apró ajándékokkal is kedveskedtek a kicsiknek. A rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentősök munkájával ismerkedhettek meg közelebbről is a nagyatádi óvodások. A gyerekeknek immár 8. alkalommal szervezték meg a kéklámpások napját az óvónők, akik ma már mind a három szervvel szoros együttműködést ápolnak. A kéklámpások napja a szlogen, ami tavaly óta kéklámpások napja, mert igazán rendőrnapként indult ezelőtt 8 éve, és attól lett kéklámpás, hogy ma már a mentősök és a tűzoltók is segítségül jönnek. A célja pedig az, hogy a gyerekek megismerkedjenek mind a három állománynak a munkájával, ismerkedjenek a tűzoltókkal, ne féljenek a rendőröktől, és hát a mentősökkel is bizalommal forduljanak. A nagyatádi óvodákban 14 csoportban foglalkoznak a gyerekekkel az óvónők, ezért a programon is 14 állomáson különféle feladatok vártak a fiatalokra. Vannak ügyességi gyakorlataink, vannak olyan totók, lottók, találós kérdések, ami szintén a tűzoltókkal, mentőkkel, rendőrökkel kapcsolatosak, és természetesen kapnak a gyerekek különböző játékos ügyességi feladatokat. Idén azzal bővült a program, hogy a rendőrök hoztak igazi lámpát, zebrát, ahol a gyerekek a biztonságos közlekedést gyakorolhatták. A kéklámpások napja elnevezésű programon a rendőrök, a katasztrófavédők és a mentősök avatták be a fiatalokat szakmájuk rejtelmeibe. Mutatták meg nekik azokat az eszközöket, melyekkel nap mint nap dolgoznak. Itt szeretném megköszönni Horváth Marikának és férjének a kedves vendéglátást, mert azt gondolom ez a legalkalmasabb hely a közlekedésnek a gyakorlására, és hát nagy terület, ahol a gyerekek biztonságban vannak. A gyerekekben több napig élnek ezeknek a rendezvényeknek az élményei, melyeket közösen óvónéniaikkel is felelevenítenek az óvodákban. Természetes, hogy az élmény a gyerekekben több napon keresztül él, és az óvónénik erre építenek is, hiszen az élményeiket lerajzoltatják a gyerekekkel, a játékukban bent vannak a különböző közlekedési eszközök és a tanult dolgok, tehát tulajdonképpen egy jó lezárása az egész évben megismerteknek. S mivel május utolsó vasárnapja gyereknap, ezt a programot is annak szánták az óvónők, hogy az egyes intézményekben zajlott gyermeknapi események mellett ezen az alkalmon együtt ünnepelhetett mind a 280 nagyatádi óvodás. E téma kapcsán tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban Perger Péternét, a nagyatádi óvodák vezetőjét. Jó estét kívánok, szervusz! Szép estét kívánok én is mindenkinek! Egy kicsit értékeljük, hogyan sikerült a kéklámpások napja elnevezésű rendezvény. Hát nagyon jól, ilyen egyszerűen tudok rá válaszolni, hiszen 8 év óta rendezzük meg a nagyatádi óvodáknál ezt a programot, és én azt gondolom, hogy évről évre egyre szebb, jobb és kibővül a programunk. Hasznos a gyerekek számára, hogy kicsit ilyen formán is betekintést nyerhetnek a rendvédelmi szerveknek az eszközeiben, a munkájában, mindennapjaiban? Feltétlenül, hiszen a gyerekeknek a külső világ tevékeny megismerésénél a helyi programunkban is bent van, hogy a rendőrök, mentősök és tűzoltók munkájával ismerkedjenek, illetve a baleset és a bűn megelőzéssel is foglalkozunk, mert a gyerekek is tűz közelbe kerülhetnek, illetve olyan szituációkba, ahol bizony találkoznak
találkoznak ezekkel az emberekkel, és jó, hogyha nem félnek tőlük, ismerik a munkájukat, és tudják, hogy bátran lehet hozzájuk fordulni. Az elmúlt időszakban megtartottátok évzáró rendezvényeteket itt a Kulturális Központban. Mielőtt erről beszélgetünk, arra kérlek, tekintsük meg az erről készült összefoglalónkat. A néptánc és a népmese jól megfér egymás mellett. Ezt a nagyatádi óvodások és az óvónők is bebizonyították, akik első alkalommal rendezték évzáró programjukat a Kulturális Központban. Az már hagyomány a nagyatádi óvodáknál, hogy az évet egy közös rendezvénnyel zárjuk. Az óvónénik mesejátékot tanulnak, és ez már a harmadik mese lesz, amit el fognak játszani a gyerekeknek. A mai mesének a címe a Ludas Matyi. Az óvodából nagyon sok óvónéni szerepel bent, jelmezbe lesznek, biztos, hogy nagyon nagy élmény lesz a gyerekeknek. Mielőtt azonban az óvónők léptek volna a színpadra, a néptáncos gyerekek mutatták meg szüleiknek, nagyszüleiknek, milyen koreográfiákat tanultak az elmúlt időszakban. A Nyitnyikék, a Napsugár és a Csillagszem óvoda táncosai léptek a közönség elé. Természetesen nem tudják felölelni az egész évnek az anyagát, ezért a betanítók kiemelnek egy-egy részmozzanatot a tavaszi, az őszi és a téli időszakból, és ebből állítottak össze egy kis csokrot mindegyik óvodának. A gyerekek lelkesen és örömmel készültek fellépésükre, akik elsősorban népi játékokat játszottak a színpadon. Igen, nagyon-nagyon szeretik. Nagy bánatunk, hogy a fiúk közül elég kevesen szeretnének táncolni, de a kislányok és azok, akik részt vesznek bent, nagyon lelkesen járnak, nagyon szívesen járnak, és a szereplési lehetőségeket is kihasználják a városban nagyon sokszor, és nagy örömet okoznak ezzel az idősebbeknek és a fiataloknak is. A gyerekek után következtek az óvónők, akik hetek, hónapok óta készültek évvégi rendezvényükre. Ez nagyon nagy élmény, nem csak a pedagógusoknak, a gyerekeknek, hanem a szülőknek is, hiszen erre az alkalomra most meghívtuk, ez egy különleges alkalom, de szeretnénk ebből hagyományt teremteni, meghívtuk most a szülőket is. Ez egy kicsit más, mint amikor az óvodában az óvónénivel úgy találkoznak, hogy ő vigyáz a gyerekekre. Itt egy színdarabot adnak elő, és egy teljesen más oldalát is megismerik az óvónéniknek, és a gyerekek is nagyon-nagyon boldogok, amikor beöltözve látják az óvónéniket, és nem a fehér köpenyben. Figyeljed, édesanyám, mert nagy hírem van. És mi az a nagy hír? Elmegyek én abba a debrögi vásárba, elhiszem azt a szétkövér ribáját, azt eladom. Eladod ám a süveged alól a tetveket. Egész évben próbálják a kolléganők a színdarabot, mind a hat óvodából szerepelnek bent kollégák, óvónénik, és hát szerintem fergeteges hangulat van ezeken a próbákon. Sajnos én csak egy-kettőre tudtam bekukucskálni, de egy nagyon-nagyon jókedvű, nagyon összetartó csapat alakult itt ki, és nagyon-nagyon segítik egymást. És természetesen mi, akik kívülről szurkolunk nekik, mi is nagyon-nagyon szeretjük ezeket az alkalmakat. Ludas Matyi történetét kicsik és nagyok egyaránt kedvelik, és még a felnőttek is jól szórakoztak az óvónők által előadott színdarabon. Megérte hát a sok munka, a szövegtanulás, a jelmez és díszletkészítés, hiszen a darab végén hatalmas tapsot kapott a közönségtől az amatőr társulat. E téma kapcsán még mindig vendégem Berger Péterné. Hogy sikerült ez a rendezvényetek, ahol az óvodások és az óvónők együtt léptek fel? Hát nagyon jól sikerült, ezt azért merem nyilatkozni, mert nagyon jó visszhangot kapott, tehát másnap az utcán, az óvodában a szülők, gyerekek mondták ki a véleményt, hogy nagyon tetszett, sokat nevettek, és nagyon szép volt az egész program. Ugye a néptáncos óvisok kezdték, ugye három intézményből érkeztek a gyerekek. Fontos-e a néptánc, illetve mennyire szeretik a gyerekek? Nagyon fontos számunkra a hagyományőrzés, és a hagyományőrzések keretében a néptánc, illetve gyermektánc, gyermekjáték oktatása. Ezt Májer Károlyné Márti, a Fürjecske Néptánc Egyesület elnöke végzi az egyik óvodánkba. Perger Lilla, aki elvégezte Székesfehérváron a néptáncoktatói képzést a Napsugár óvodába, és van egy nagyon lelkes kolléganőnk, Molnár Jánosné Erzsi néni, aki a Csillagszem óvodába tartja a foglalkozásokat. Ez nem kötelező jellegű, a gyerekek kedvük szerint jöhetnek a csoportokba, és azt gondoltuk, hogy mutassák meg magukat a városnak, a többi óvodának, hát ha kedvet kapnak a másik óviból is a gyerekek, mert azt gondolom a szép ruha, a jó kis zenék, ezek mind motiváló hatásúak. És akkor következtek az óvónők egy nem mindennapi
színdarabban, mondjuk ki, hiszen a Ludas Matyit adtátok elő, és ha jól tudom, akkor te voltál az ötletgazda, hogy az idei esztendőben ezt adjátok elő. Erről mesélj nekem, hogy született ez a darab. Igen, óvonőink munkaközösségekben dolgoznak, és az egyik szakmai munkaközösségünknek az anyanyelv fejlesztés, drámapedagógia, illetve a mese birodalomba való kutakodása feladata, és ez már a negyedik év, hogy egy mesét földolgoztunk, és próbáljuk kivinni ezt is a nagyatádi lakosok körébe, hiszen eddig is az iskolásoknak, az időseknek szívesen mutattuk meg a programjainkat. A Ludas Matyi tényleg egy nagyobb lélegzetű produkció volt, de azt gondolom megérte a sok munkát, mert talán még a felnőttek jobban értették a poénokat, és nagyon vidáman telt az estünk. És akkor, ha már túl vagyunk az évzáró rendezvényen, akkor van olyan intézmény, ahol már az óvodások is elballagtak, a nagycsoportosok búcsút vettek az intézményektől. Hány kisgyermek búcsúzott az óvitól, és kezdi szeptembertől az iskolát? A tanköteles gyerekek közül 84 kisgyerek megy különböző iskolatípusokba, és igen, hát nagyon szépek az évzáró ünnepségek, a ballagások, hiszen a gyerekek itt is számot adnak az egész évi tudásukról. Egyre vidámabbak a műsorok, színvonalasak, éppen a Napsugár és a Gyöngyvirág óvodába látogattam el, és kimagasló teljesítményt nyújtanak mind a kolléganők, mind a gyerekek. Úgyhogy vidám szívvel készülnek az iskolára. És ugye akkor itt a nyár a nyakunkon, mit kell tudni a nyári nyitvatartásról, hogyan lesznek nyitva az óvodák? Próbálunk a szülők elégedettségére nyitva tartani, így június végéig minden óvodánk nyitva tart, és utána a Gyöngyvirág óvoda lesz az ügyeletes egészen augusztus 24-éig, 24-től pedig minden óvoda várja ismét a gyerekeket. Sok kisgyermeknek kérték a szülei a úgymond a nyári óvodát? Igen, azt gondolom, hogy a nagymamák, nagypapák, mivel nem mehetnek nyugdíjba, így nincs akire rábízzák a gyerekeket, és hát a szülők is örülnek, hogy van munkahelyük, bár én ki is írtam a Fali Újságra, és így a tévén keresztül is szeretném elmondani a szülőknek, hogy legalább 2 hét pihenés jár a kisgyerekeknek is, hiszen ő nekik tulajdonképpen az óvoda hiába egy mesekert, hiába egy varázslatos játék, kaltári napokat ad a gyerekeknek, szükségük van a pihenésre és a szülőkre, úgyhogy kívánok a szülőknek, gyerekeknek nagyon kellemes nyarat és pihenést. Köszönjük szépen a beszélgetésedet, és jó nyarat kívánunk nektek. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Köszönjük szépen, kedves nézőink, folytassuk tovább adásunkat. Új helyszínen egy újonnan alakult együttes zenéje csalogatta gyereknapra az érdeklődőket. Az idei Roma Gyereknapon változatos programokat kínáltak a fiataloknak a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat munkatársai. Az mondjuk a rá kis módunk lehetőségünk, egy roma gyereknapot, természetesen nem kizárva senkit, bárki jöhet, hiszen nyílt a nap, akkor egy kisebb millióban, és itt azt gondoljuk, hogy a gyerekeknek megadjuk azt a lehetőséget, azért van a Nemzetiségi Önkormányzat, hogy ezeknek biztosítsuk a roma gyerekeknek ezt a lehetőséget, és élnek is vele, hála Istennek, és nem csak roma gyerekek vannak itt. Számomra ez nagy öröm, mert szerintem minden olyan eszközt, lehetőséget meg kell fogni, amivel a gyerekeknek tudunk kedvezni. A rendezvényen az ünnepeltek mellett a felnőttek is részt vettek, akik a házigazdáknak köszönhetően szintén egy kellemes délután tölthettek a gyerekekkel. Természetesen nagyon jó, hogy a szülők is elkísérik, így legalább tudunk beszélgetni aktuális dolgokról, akár jövőbeni elképzelésekről, vagy a másik rendezvényekben ki hogyan tud belekapcsolódni, ki hogyan fogja segíteni a mi munkánkat. Egyébként ez a cél. Nem egyedül akarunk mi dolgozni, bármire nyitottak vagyunk, így a roma szülőkre és nem roma szülőkre, civil szervezetekre, önkormányzatokra. Mindenkivel együtt akarunk működni, ez, mindig ez volt az én veszőparipám, hogy működjünk együtt, nem külön, de vannak olyan részek, amit igen, így kell nevezni, hogy roma gyereknap. És a szülők felelősségteljesen eljönnek, elkísérik, és itt vannak velünk, hallgatnak egy kis zenét, roma zenét, és elmondjuk a hagyományokat, lássuk, hogy a generációk találkoznak, egy nagyon jó dolognak tartom. A gyereknapon Orma István polgármester is tiszteletét tette, aki biztatta a gyerekeket, minél több játékban vegyenek részt a programon.
Ügyességi feladatok, fánkevő verseny és rajzverseny is várta a fiatalokat 2015-ben, mégis az abszolút kedvenc az a játék volt, melyel vezethették felesleges energiájukat. Én csak az anyukámmal jöttem, meg az egyik ismerősünkkel. Ugráló választam, rajzoltam, meg szórakoztam. Én is ugráló választam, meg labdáztam, meg tollas hoztam, meg ott én is rajzoltam, meg megettem. Roma zene is szólt a rendezvényen. A nagyatádi hagyományőrző együttes mindössze néhány hete alakult meg. Minden kisebb faluban van egy hagyományőrző együttes. Hát Nagyatádon is, hál' Isten, van egy hagyományőrző együttes, nagyatádi hagyományőrző együttesként lesz, és bízunk abban, hogy meg fognak lépni a város különböző olyan rendezvényen, meghívást fognak kapni. Én azon leszek, hogy kapjanak meghívást. És nem utolsó sorban egy más világot, egy identitást őriznek meg, és mutatnak be. És talán, hogy lehet látni, majd egy kis lány is már most kell ezt nekünk segíteni, elősegíteni, hogy tudja az, hogy honnan származunk, honnan eredünk, és ezeket a kultúrát magunkkal kell vinni. Nekünk felelősségünk az, hogy mutassuk meg, igen, hogy ez a roma hagyományhoz, tehát ahogy mondom, hagyományt megőrizi úgy, hogy természetesen nyitottak vagyunk mindenre. A fiatalok ismert és kevésbé ismert dalokat játszottak a jelenlévőknek, akik közül nem csak a felnőttek élvezték a roma muzsikát. Az együttesnek köszönhetően jó hangulatban telt a délután, míg a legkisebbek is kedvükre kiszórakozhatták magukat a Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett gyereknapon. Egy munkáltató akkor elégedett, ha rendben mennek a dolgok, és kollégái is jól érzik magukat. A nagyatádi kórház munkatársai egy ilyen közösség. A nővérek és az orvosok néhány órára levetették munkaruhájukat, és sportruhát húztak, hogy ismét együtt töltsenek egy kötetlen délutánt az intézmény udvarán. 2007-ben rendeztek először sportnapot a nagyatádi kórház munkatársainak. Volt, amikor sípszóval vette kezdetét az egészségügyi dolgozóknak szervezett program, ezúttal azonban a rendezvény lebonyolítását négy talpra esett munkatársára bízta Szerecs Zsuzsanna. Idén nem volt sípszó, megmondom őszintén, 8. alkalommal került megrendezésre. Idei évben a főnővéreknek, 4 főnővérnek ezt a feladatot kiadtam. A 4 főnővér volt a Melegné Pinter Bernadett, Vajdáné Horváth Erzsébet, Nikolauszné Merkei Gabriela és Gonda Gyuláné, de voltak nekik is segítőik, azok voltak a szorgos hangyák. Volt már, hogy tojásból, kakasból, az idei évben azonban sertésből készültek az ételek a rendezvényen. A csapatoknak csak a képzeletük szabott határt, hogy milyen étkekkel ejtik ámulatba a zsűri tagjait. Hagyományokhoz híven ugyanúgy sportjátékok voltak felnőtteknek, gyerekeknek, a gyerekeknek rajzverseny, és hát a tavalyi évhez hasonlóan azért a légvárral kedveskedtünk a gyerekeknek. 14 csapat volt, felkészültek, egyformán minden csapatnak disznóhúsból kellett pörköltet készíteni, egy nagyon neves zsűri volt, aki értékelte, dr. Kele Zoltán, Nimedi doktor, Lukács Marika néni az Ady Endre gimnáziumból a szakoktató, Nagy Nézsia volt főnővér, és a főnővér társak. A főzés mellett azonban egyéb feladatokon is részt kellett venniük a csapatoknak. Kellett szerepelni is, kellett nevet választani a csapatnak, és a csapatnévhez illően kellett egy kis műsorral kedveskedni a nézőközönségnek, természetesen erre készültek, és bizony kell, szükséges a mindennapokhoz, azért elfáradunk, sokat dolgozunk, most főleg, hogy építkezés is van az intézetben, még a hanghatás is hozzájön, úgyhogy nagyon várták a munkatársak, és legfőképpen a gyerekek, akik tavaly is nagyon jól érezték magukat. A sportnapon pontokat gyűjtöttek a csapatok, melyek összesítését követően az első helyen a sebészeti osztály munkatársai végeztek. A második legtöbb pontot a belgyógyászat csapata kapta, míg a harmadik helyet a krónikus utókezelő osztály munkatársai szerezték meg. Ők egy kicsivel nagyobb ajándékot kaptak, de a hagyományokhoz híven minden csapat egy kis ajándékkal leptük meg őket. 2015-ben a Nagyatádi Kórház Fejlesztése című projektről is bővebb információt kaphattak az érdeklődők, mely az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 100%-os intenzitású támogatással valósul meg.
Az 1,1 milliárd forintnak köszönhetően javulni fog a szolgáltatások minősége, csökkennek a működtetés költségei, és korszerű ellátást tudnak majd biztosítani az intézményben. A sportnapnak mégis a legfontosabb célja az volt, hogy az egészségügyi dolgozók levethessék néhány órára fehér ruhájukat, és egy vidám, kötetlen délután tölthessenek együtt a kórház udvarán. Véget ért a 2014-2015-ös NB3-as labdarúgó bajnokság. A Nagyatádi Futballklub felnőtt együttese a középmezőnyben helyet foglaló Sárvár alakulatát fogadta a Mudin Imre Sportcentrumban. Patéka, Dekanics, Márton, Kovács, Németh, Ferenc, Galamb, Horváth, Kis, Rácz és Nikolics. A 30. bajnoki fordulóban ők alkották a kezdőcsapatot. A sárváriak győzni jöttek a rinyamenti településre, egy ilyen összeállítású gárda ellen azonban nem volt könnyű labdába rúgniuk. A mérkőzésen nem tétlenkedtek sokáig a nagyatádiak. A 22. percben Galamb Dávid vette be a vendégek kapuját, ezzel megszerezve csapatának a vezetést. A félidő további részében kisebb-nagyobb akciók mindkét térfélen adottak, eredményessé azonban egyiket sem tudták tenni a játékosok. A félidei szünetet követően újra lendületet kaptak a hazaiak, olyannyira, hogy az 57. percben Nikolics Vukán csavarta a labdát a sárváriak kapujába. Ekkor már 2-0 volt az állás. A Vas megyeiek eddig a pontig reménykedtek, hogy ők gyűjthetik be a találkozó végén a 3 pontot, a második atádi találat után azonban elfogyott az akarat, csak a tisztes helytállásra törekedtek. A játékvezető hosszabbítást ítélt a meccsen, melyet szintén Pap Zoltán legénységének sikerült kihasználnia. A 92. percben Németh Erik fejezett be egy támadást, így a találkozó végeredménye 3-0 lett az NFC javára. A 3 pont megszerzésével a tabella 14. helyén zárták a bajnokságot a nagyatádiak. A fiúk nem zártak szerencsés idényt, hiszen mindössze 6-szor vonulhattak le győztesen a pályáról a mérkőzések végén. 16-szor kaptak ki, és 6-szor döntetlen eredményt értek el. Számukra most egy kis szünet következik, az egyesület vezetősége azonban már dolgozik azon, hogy a 2015-2016-os bajnokságra összeállítson egy ütős csapatot, akik megállják majd helyüket a megye egyben. A városi strand 50 méteres medencéjében 200 fordulót tettek azok a sportolók, akik vállalkoztak a cetrendre. Az idei első próbatételen több új cet is született. 21-en vetették vízbe magukat az idei cetrenden, vagyis a 10 kilométeres úszás próbán. A megmérettetést a Városi Strand 50 méteres medencéjében rendezte a Nagyatádi Úszó és Kerékpáros Sport Egyesület. A bátraknak évente 3 alkalommal van lehetőségük leúszniuk az ember teljesítő képességének határait feszegető távot. Az idei első próbatételen nem csak az idővel, de a hideg vízzel is meggyűlt a bajuk a versenyzőknek. 23 éve ezelőtt, 1992. május 27-én, akkor a kihívás napján, a challenge napján úsztuk le először. Akik legtöbbször leúzták, azok 50 fölött vannak, Kozár Alajos 53, Ősz Tibor 52, nagy betelkedés folyik köztük is, vannak újoncok is, akik nagyon jó teljesítenek a mai napon, ők Egerből érkeztek. A cetrenden most először vettek részt egri sportolók, de az örökös cetek mellett olyanok is voltak a megmérettetésen, akik alig töltötték be 15. életévüket. 21-en úszunk, és a 70. alkalommal ússzuk ezt a cetrendet. A megmérettetésen 200 fordulót tettek a sportolók, akik között 3 egri és 6 nagyatádi versenyző is volt. A 70. cetrendet végül Vince Pap Réka nyerte, aki 2 óra 21 perc alatt teljesítette a 10 kilométert. Második helyezett erdélyi Csutorás Sára lett, míg a dobogó 3. fokára Lázár Rita állhatott fel. Ők mindhárman Egerből érkeztek a próbatételre. A férfiaknál első Szalai Szabolcs, második Ősz Tibor, míg a 3. Tóth Szilveszter lett. A nagyatádiak közül Ősz Tibor fejezte be leggyorsabban az úszást. Őt Illés Kinga és Sári Lívia követte, majd Kozári Lajos következett a sorban, aki 54. alkalommal teljesítette a távot. Rajtuk kívül Gurbágy Zoltánnak és Lacik Bojánának is sikerült szintidőn belül leúsznia a 10.000 métert. Egy új sportegyesülettel gazdagodott Nagyatád. Az asztali tenisz szerelmesei fogtak össze, akik megalakulásukat egy versennyel tették emlékezetesebbé. A pingpong hosszú múltra tekint vissza. Egyes források szerint a korabeli Európában már a 12. században ismertek és játszottak egy a mai asztali teniszhez hasonló játékot. A sportág mai formájában a 19. században jelent meg Angliában.
Azóta egész Európában a népszerű labdajátékok közé tartozik. Nagyatádon is többen vannak, akik évek óta pingpongoznak. Közülük többen úgy döntöttek, megalakítják a nagyatádi asztali teniszklubot. 3 évvel ezelőtt volt még Nagyatádon egy kis asztali tenisz élet. Mi viszont azt is fölvállaljuk, hogy a fiatalokat, tehát ami a jövő nemzedéket illeti, őket bevezessük ebbe a sportágba, és ezáltal Nagyatád jó hírét vigyük még tovább, hogyha megyünk vidékre versenyezni. A klub 10 fővel alakult meg, míg az első általuk szervezett versenyre 14-en neveztek. Az amatőr asztali tenisz verseny megnyitóján Orma István is köszöntötte a résztvevőket, aki örömét fejezte ki, hogy ismét van egy egyesület a városban, melynek tagjai tovább népszerűsítik ezt a sportágat. A polgármesternek Fekete Attila nyújtotta át a klub egyenpólóját, majd kezdetét vette a megmérettetés. 3 nyert játszmáig játszanak a játékosok. Női, férfi is van, hál' Isten van, 2 junior fiatalkorú is, akik, na most, mint az előbb, amit említettem, hogy őket szeretnék az, hogy minél többen vegyenek részt a versenyeken majd. A férfiak mellett 2 hölgy is csatlakozott a rendezvényhez, akik lelkesedésükkel és küzdeni akarásukkal is kitűntek a többiek közül. A versenyen olyanok is voltak, akik most először vállalták, hogy megméretetik magukat, a résztvevők többsége azonban rutinos játékosnak számít. A klub nyitott, így bárki csatlakozhat a nagyatádiakhoz, aki szeret asztali teniszezni, szeretné hasznosan eltölteni az idejét. Minden héten szerdán 4-től 6-ig itt az Árpád iskolában vagyunk. Mondhatnám azt, hogy kifullásig játszunk. Sajnos csak 2 asztalunk van olyan, ami a mi klubunk tulajdona, a többi az kölcsön van jelen pillanatban. Az első alkalommal megrendezett amatőr asztali tenisz verseny jó hangulatban zajlott, míg az eredmény hirdetésen minden helyezett oklevél elismerésben részesült. Első regionális rangsorversenyén van túl a Somogy-Szobi Judo Klub. A mindössze 5 éves múlttal rendelkező egyesület számára nem csak egy hétköznapi verseny volt a megmérettetés, de ünnepség is, hiszen a fiatalok edzőjét, Séra Józsefet is ezen a napon köszöntötték az idősek és a fiatalok egyaránt. 18 egyesület képviseltette magát azon a regionális rangsorversenyen, melynek házigazdája a Somogy-Szobi Judo Klub volt. Az ünnepélyes megnyitón több mint 200 gyermek állt tatamira, akik magyar és külföldi egyesületeket egyaránt képviseltek a rendezvényen. A Somogy-Szobi Judo Klub első alkalommal rendezte ezt a versenyt, bár 5 éve alakultunk ki hivatalosan, mint Somogy-Szobi Judo Klub, és úgy gondoltuk, hogy be kell állnunk a sorba, hogy mi is rendezzünk egy méltó versenyt. És itt Kaszóbarra tudjuk megrendezni az első regionális rangsor versenyünket. Nagyon sok jött a Baranya megyéből, aztán ugye most megérkezett 2 lendvai judo klub, amire nem számoltunk, de nagyon örültünk, hogy megérkeztek, és látjuk, hogy a többi egyesület is fogadta őket. A megnyitón König János minden egyesületnek egy-egy ajándéktárgyat nyújtott át, majd Eller János, Somogy-Szobi polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. Mielőtt azonban megkezdődtek volna a küzdelmek, egy elismerés is átadásra került. A Magyar Judo Szövetség a második danfokozatot adományozta Séra Józsefnek, aki a Somogy-Szobi Judo Klub edzője. 2010. december 31-én alakult meg hivatalosan a Somogy-Szobi Judo Klub. Azóta próbálunk eredményességeket elérni Józsi bácsi segítségével, és remélem, hogy a továbbiakban ugyanígy folytatjuk ezt az utat. Séra József 1971 óta judózik, aki nem csak szenior kategóriában versenyez, de jelenleg tanítja is a fiatalokat. Az akkori körülmények ugye nem voltak valami jók, de ennek ellenére én mindig szerettem sportolni, tehát és úgy gondoltam, hogy ez a fajta sport áll igazából közel hozzám. Az elmúlt 40 évet a judónak szentelte Séra József, aki elmondta, hosszú és örögös volt az út idáig, de ha most kezdene sportolni, ismét a judót választaná. Ez az a sportág, amely sok mindenre megtanítja az embert. Önfegyelemre, a judó mindenre megtanít. A technikára megtanítja az embert, elviselni a kudarcokat, elviselni a győzelmet, nagyon-nagyon átfogó dolog. Az övfokozatokról is mesélt az edző, aki immár 2 danos övvel rendelkezik. Kezdődik a fehér övvel, ugye ebben vannak igazából földharc technikák vannak, a nevaza, földharc technika, ez a japán neve, aztán a citromsárgőv, a narancssárgőv, a zöld, a kék és a barna. Ezek mind kiúfokozatok, tanulófokozatok. Tehát megvan, hogy milyen dobásokat, illetve földharctechnikákat kell alkalmazni. Most, ha megvan az egy kiú, az a barna, utána jönnek a don fokozatok. Egy don, két don, amilyet ma kaptam, örülök neki, és utána jönnek a 3, 4 don, 5 don,
ezek már még komolyabb fokozatok. Az edző számára ez az elismerés, s az az ígéret, amit tett klubtársainak, arra ösztönzi, hogy ne elégedjen meg a két dannal. Megígértem a fiúknak, hogy kijelentettem, hogy hát, ha úgy megkapnám a kettő dant, akkor a háromból levizsgálnak, hogy készülök a három danra. Megszámlálhatatlan sok verseny és győzelem van Séra József mögött, aki az egyik ellenfelétől eltanult dobást tanítja napjainkban is tanítványainak. Volt egy debreceni fiú, hát ő egy válogatott kerettag volt, és ő mindig egy ilyen sülyeztett váldobással, ő mindig megdobott. Kétszer-háromszor megrángatott és megdobott, és elhatároztam, hogy ezt a fiút ezt nekem valahogy meg kéne fognom, és megtanultam én is ezt a technikát, hogy ma ez a legkedvencebb technikám, ez a sülyeztett gugyulós. A fiúk nagyon tudják, én csak egy ilyen gugyulós válnak mondom, mindig szoktak nevetni rajta, mert annyira méről indul ez a dobás, hogy egyszerűen lehetetlen kivédeni. Nagyon jó lábnak kell lenni hozzá ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni. Tulajdonképpen be kell ugrani az ellenfél alá, és onnan kell dobni. A versenyen 8 növendéke vett részt Séra Józsefnek. A megmérettetésen a legfiatalabbak kezdték a küzdelmeket. 4 küzdőfelületen lesz a verseny. A diák D, vagyis a nagyon kicsi korcsoporttal kezdünk, ami a 2006-2007-2008-as születési gyerekeknek. Ők nekik lesz először versenyük, és utána pedig már egy éves korosztályonként változik a verseny. A somogyszobiak mellett nagyatádi, kaposvári, barcsi és más megyéből érkezett egyesületek növendékei, valamint a lendvai dzsúdósok vettek részt a versenyen. Hány éve dzsúdózol? 4. Mit kell tudni a mai versenyről, illetve az övet színéről? Mesélj nekem, hogy sikerült azt elérned? Először fehérből, utána citromból és utána narancssárgából vizsgáztam. Mit szeretnél elérni a mai versenyen? Aranyérmet. Honnét érkeztetek a mai versenyre? Ő Barcsról. És mit kell tudni az egyesületről? Mesélj nekem róla. Hát, hogy együtt vagyunk, szurkolunk egymásnak meg. Ennyi. És melyik kategóriában, melyik korcsoportban indulsz? Én a B. B korcsoportban? Erről mit kell tudni erről a korcsoportról? Hány évesek vagytok? 2004-esek. Igen. Jó, mi a célja számodra a mai versenynek? Hát azt, hogy legalább legyek fönt a dobogon. Meg hogy nyerjek legalább. És sok egyesületből vannak itt versenyzők, miért jó ez szerinted? Hát mert több pontot adnak a csapatoknak. A sportesemény ezúttal nem csak verseny volt a fiatalok számára, de ünnepség is a somogyszobiaknak, akik ezzel a programmal szerették volna kifejezni tiszteletüket Séra József előtt. Mindenkettőt szerettük volna úgy igazándiból megrendezni, mivel, mint mondta, 40 éve van Józsi bácsi a judóban, és ennek hatására is rendezzük ezt a versenyt, illetve ennek körülmére mindenkit meghívunk vacsorára a rendezők között ma itt Kasszóban. Somogy megyét 6 egyesület képviselte a megmérettetésen. A házigazdák 8 aranyat, 6 ezüstöt és 3 bronzérmet szereztek. A nagyatádiak 6 aranyéremmel, 5 ezüsttel és 3 bronzéremmel gazdagodtak a somogyszobi versenyen. Kedves nézőink, mai adásunk ezennel véget ért. Friss hírekkel egy hét múlva várjuk Önöket a készülékek elé. Június 11-én reggel 8 órától soron kívüli képviselőtestületi ülés lesz, melyet televíziónk élőben közvetít. Társadalmunk vendége Ander Balázs országgyűlési képviselő lesz, akivel aktuál politikáról fogok beszélgetni. Tartsanak velünk a folytatásban is! Adásunk folytatásában Társalgó című műsorunkat láthatják. Ma esti vendégem Ander Balázs országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok, szervusz! Szervusz Viki, köszöntöm a nézőket! Engedd meg, hogy akkor tegeződve beszélgessünk, hiszen hosszú hónapok óta már ismerik egymást, dolgoztunk együtt, úgyhogy tegeződve teszem fel az első kérdést. Készült már interjú, de a stúdióban először foglalsz helyet. Egy kicsit beszélgessünk politikai pályafutásodról, hogyan is sikerültél kapcsolatba a közélettel. Fiatal ember vagyok, de azért ez egy régi történet. 1996-ban kerültem a Pécsi Tudományegyetemre, és ott belecsöppentem egy egész pezsgő MIEP ifjúsági tagozat életébe. És tulajdonképpen az akkori kormányváltásig, tehát amikor a szocialista kormányt sikerült 98-ban leváltani, minden tüntetésen ott voltam. Barátaimmal, társaimmal mentünk föl Pécsről Budapestre, aztán következett egy nyugodalmasabb periódus, majd 2002 környékén elkezdődött a polgári köröknek az időszaka. Barcson, ahol lakom,
Mi is létrehoztunk egy ilyen polgári kört, annak voltam a tagja, annak keretén belül ténykedtünk. Majd miután én családot alapítottam, megint csak következett egy nyugisabb időszak, és eljutottunk mondjuk akkor 2009-hez, amikor úgymond aktiváltam magam újra, úgy éreztem, hogy már valamit tenni kell, és ez volt a Jobbik, amikor is megalakítottuk Barcson a Jobbik ottani alapszervezetét, a megyében egyébként az egyik legelső volt. És most már több mint egy éve képviseled a somogyiak érdekeit az országgyűlésben, hogy érzed magad ott fönt Budapesten? Én mindig is mondtam, és ez nem egyfajta ilyen kampányízű kamuduma részemről, vagy valami porhintés, hogy egy vidéki szakiskolai történelemtanár vagyok, nem több. Soha nem akartam politikussá válni, országgyűlési képviselővé, és arra törekszem, hogy a mentalitásomban, a mindennapokban, abban, hogy hogyan viszonyulok az emberekhez, ez így is legyen, megmaradjak vidéki egyszerű embernek. Többször felszólaltál már többféle témában, kezdjük talán szépen sorjában, amit mindig külön is a szíveden viselsz, hisz ezt többször hangoztattad, a somogyi falvak helyzete. Hogy érzed, hol tartunk most, sikerül-e elérned valamit? Így van, ezt a témát nagyon-nagyon a szívemben viselem, hiszen diplomamunkámat is agrártörténetből írtam, majd aztán, amikor az egyetem elvégzése után dolgozni kezdtem a Barcsi Dráva Múzeumban, akkor ottani kutatómunkám is tulajdonképpen ehhez kapcsolódott, agrártörténethez, ami ugye a falvak életével ezer szállal és nagyon-nagyon szorosan ugye összekapcsolódik. Próbálok hatni a magam szerény ellenzéki eszközeivel is egyébként a kormányzatra, úgy egy kérdés formájában, hogy a miniszterhez vagy éppen államtitkárhoz intézett kérdés formájában, napirend utáni felszólalásban, vagy éppen egy költségvetési vita során, ahol mind-mind a magyar vidék, azon belül is egyébként főként, nyilván Somogyra koncentrálva, Somogyország gondjait próbálom a képviselők elé tárni. Sok esetben egyébként azt tapasztalom, hogy tényleg teljesen elrugaszkodtak a valóságtól, és egyfajta üvegbúra alatt élnek a hatalom birtokosai, mint egy megfeledkezve arra, hogy egy átlagember hogyan él, és milyen nehézségekkel kell neki nap mint nap megküzdenie. Ezekre próbálom felhívni a figyelmet, és a Jobbik szakmai programja egyébként véleményem szerint erre úgy írt is kínálna. Emel ki egy-két pontot ebből a programból? A legsúlyosabb helyzetben egyébként a kis települések vannak, az 1000 fő alatti kis települések, és hogyha itt Dél-Somogyra koncentrálunk, ugye a 77 település által alkotott Somogyi 2-es választókerületre, akkor azt kell mondani, hogy alig van olyan település, leszámítva itt néhány nagyobb községet, amit ezek a problémák ne érintenének, amit úgy tudunk összefoglalni, hogy a kis település, az aprófalú szindróma, tehát az előregedés, a fiataloknak az elvándorlása, és egy etnikai átalakulás is, ami nagyon sok mindennel együtt jár. Ezek a falvak elveszítik a kultúrájukat, ezek a falvak nyomorba süppednek, ezek a falvak nem kínálnak perspektívát az itt élő fiatal emberek számára, ezért el kell menniük, mert nincsen munka, nem tudják a jövőjüket tervezni, pedig nagyon jó adottságokkal rendelkezünk. És három nagyváros is tartozik ide a választókörzetbe, Barcs, ahol élsz, Nagyatád, ahol vagyunk mi, és Csurgó. Beszéljünk egy kicsit a kórház helyzetéről, még mielőtt ugye hazahúzna a szíved, és Barcsról kérdeznélek, hogyan értékeled, illetve fontos, ez szükség van-e? Ugye most 1,1 milliárd forintos pályázatból kicsit megszépül, megújul az intézmény. Mi a véleményed erről? Mindenképpen ez egy nagyon jó dolog. A kezdetektől hangsúlyozzuk, hogy a végvárakat sem lehet feladni, azokkal is törődni kell, és mondjuk ugye az egészségügy frontján a Nagyatádi Kórház is egyfajta ilyen végvár. Nyilván nem egy központi kórház, mint mondjuk akkor a Kaposvári, Kaposi Mór Kórház, vagy a jelentősége sem akkora talán, mint a Siófoki Kórháznak a megyén belül, de mégis nagyon fontos. Ugyanis ezek az emberek itt Dél-Somogyban, akik itt élünk, sokszor érezzük úgy, mintha el lennénk vágva a világtól, és fontos, hogy ezek a központok, legyen az egészségügyi, vagy éppen oktatási központ, megmaradjanak. Azok ne amortizálódjanak le, azokat igenis, hogy fejlesszék, mert az itt élő emberek ezt mind-mind megérdemlik. És ha már szóba került az oktatás, ugye most itt a középfokú intézményeket érintő fenntartó váltásról is beszélgessünk egy kicsit, hogy erről a Jobbiknak mi a véleménye. Nem titok, itt előbb beszélgettünk az oktatás kérdéséről is, akkor is elmondtam, hogy a legnagyobb gondot az a demográfiai hanyatlás jelenti,
ami véleményünk szerint a magyarság legnagyobb sors tragédiája egyébként. Nincsen elegendő gyermek, nem született most már hosszú-hosszú ideje elég gyerek Magyarországon, és bizony az oktatási problémákat nagyban ez határozza meg. Amikor az iskolák egymással küzdenek, ugye a diákokért egymás elől próbálják őket elhalászni, az egy mindenképpen szomorú folyamatot tár elénk. Ezt kellene valahogyan megoldani. Az én generáció, mondjuk a 76-ban születettek, egy majdnem dupla akkora, majdnem kétszer akkora generáció, mint mondjuk a most megszületőknek a korosztálya. Ez rengeteg problémát okoz, és nem csak az oktatásban, hanem mondjuk a társadalom biztosítás terén is majd másfél évtized, két-három évtized múlva Magyarországon. Mindenképpen egyébként fontos az, hogy az ilyen kisvárosoknak, mint Nagyatád, vagy éppen mint Barcs, azok az oktatási központjai megmaradjanak, melyek itt az évtizedek folyamán a tevékenységükkel bizonyították azt, hogy igenis szükség van rájuk. Hát nyugodtan lehet azt mondani, hiszen ismerem is őket, tehát nem csak kollégákat, hanem nagyon sok szülővel vagy éppen diákkal tartjuk a kapcsolatot, hogy az itt folyó munka, ezekben az oktatási centrumokban folyó munka, az magáért beszél. Ugyanis egy életre szóló útravalóval vértezik fel az itteni diákokat, a pedagógusok, akik tényleg hivatásként tekintenek a munkájukra. Nyilvánvalóan egyébként minden fenntartóváltás, vagy minden változás ugye egyfajta félelmet generál a tanárokban, ez teljesen érthető. Magam is tanítottam egyébként ugye 10 évig, számtalanszor megéltem én is azt, hogy jaj, úristen, mit fog hozni majd a következő szeptember, hogyan fog kinézni az új tanév, egyáltalán mi lesz nekem, mint pedagógusnak a sorsom. És az lenne nagyon-nagyon fontos, hogy a kormányzat, vagy éppen az oktatáspolitika részéről, hogy ne hagyja kétségek közt a tanárokat, vagy egyáltalán az oktatás területén ténykedő bármelyik szereplőt. Ugyanis a kétségeknél, a vívódásnál nincsen rosszabb. Az, hogy nem tudja tervezni az életét, a jövőjét. Ezért kellene egyébként párbeszédre törekedni ezen a területen is, és nem pedig ultimátumok elé állítani embereket. A legszélesebb köregyeztetésekre lenne szükség. Társadalmi egyeztetésre, helyben is, országos szinten is, minden egyes területen. És utána lehetne egyébként majd igazándiból véleményt nyilvánítani, pro vagy pedig kontra. És egy kicsit, hogyha jövőbe tekinthetünk, akkor a legutóbbi felszólalásait között szerepelt egy kerékpárút kiépítése Balcs és Nagyatád között. Hogy merült fel benned ennek a gondolata? Családos ember vagyok, mint említettem, egyébként eredendően pedagógus, és a pedagógusok nem éppen arról híresek, hogy esetleg a jachtjukkal a Dalmát tengerparton szelnék a habokat. Tehát a kerékpársport, vagy éppen a kerékpáros élet, az egy nagyon egészséges, kispénzű embereknek is egyébként tulajdonképpen elérhető, nagyon jó kikapcsolódást nyújtó dolog. Az pedig, hogy Nagyatád és Barcs között legyen egy kerékpárút, szerintem nem egy kivitelezhetetlen ördögtől való dolog. Már a tavalyi költségvetési módosítóim sorában is szerepelt ennek az ötlete, ugyanis véleményem szerint ennek a térségnek, jelesül Nagyatádnak és Barcsnak a turisztikai kínálatát mindenképpen szélesíteni egy ilyen dolog, ami családbarát, ami tényleg olyan-olyan embereket vonzana mondjuk ide, akik itt hagynák aztán a pénzüket, mert újabb lehetőségekhez jutnának itt a szabadidejük hasznos eltöltésének során. Nagyon szép tájakkal rendelkezünk, erdők, patakok, mezők. Tényleg nagyon jó belegondolni ábrándozás szintjén is, hogy milyen lenne mondjuk egy ilyen kerékpárúton, ami a régi vasútvonalnak a töltését felhasználva épülne, mondjuk családostul végigkerekezni. Turisztikai célból gondoltad még esetleg Balcson Szabadstrandnak a létrehozását, kiépítését? Így van, az egy nagyon fájó dolog számomra, hogy sokszor hivatkozunk arra, hogy Barcs a Dráva fővárosa. Ez történelmileg nézve talán még igaz is, viszont hogyha a jelen állást nézzük, akkor ez korán sincs így, sajnos. Pedig még egyszer mondom, olyan adottságokkal rendelkezünk, amelyeket bűn nem kihasználni, már pedig ezeket nem használjuk ki, holott ezek az adottságok munkahelyeket tudnának teremteni, és ezek a munkahelyek hozzájárulnának ahhoz,
hogy a fiatalok itt képzeljék el a jövőjüket, és ne menjenek el mondjuk az ország nyugati részére, vagy éppen Budapestre, és akkor még a Jobbik verziókat soroltam föl, mert ugye a tendencia az, és ezt nap mint nap tapasztaljuk, hogy rengeteg fiatal hagyja itt Magyarországot, és megy Németországba, vagy éppen Angliába mosogatni, vagy más munkát vállalni. És mondjuk azt mondom, hogy csúrgó, akkor abban a térségben mit vetítenél előre, hogy mi lenne ott a terved? Csurgóra és annak térségére is igaz az, ami mondjuk a magyar vidékre nagy általánosságban igaz. Nagyon jó földvagyonnal rendelkezünk. Viszont ez a földvagyon nem úgy hasznosul, mint ahogy mi elképzeljük. Nem a kert Magyarország gondolatának jegyében hasznosul. Itt azt látjuk, hogy hatalmas, adott esetben több ezer hektáros mamut birtokok terpeszkednek Csurgó térségében is, amelyek nem adnak elegendő munkahelyet ott élő emberek számára. Mindenképpen el kellene érni azt, hogy minőségi élelmiszert állítsunk elő, és ezt az élelmiszert itt dolgozzuk föl Magyarországon. Erre megvannak egyébként a hagyományok, megvan még az a tudás is, ami egyébként egyre amortizálódik és egyre kopik nyilvánvaló módon, de még mindig megvannak azok a szakemberek, akikre építeni lehetne, és Magyarország élelmiszeripari nagyhatalommá válhatna. Nyilván ez az Unióban is számos érdeket sértene, de hát harc nélkül ez nem fog menni, senki ne gondolja. A választókörzetben rajtad kívül még egy országgyűlési képviselő. Milyen a köztetek lévő együttműködés, és egy kicsit a többiekről beszélgessünk országos szinten. Igazándiból együttműködésről nem beszélhetünk, hát ellenzéki párt képviselője vagyok. Az emberi kapcsolat Szász Falvi László képviselőtársam és jó magam között nyilvánvalóan jó. Tehát nincsen féle semmilyen olyan személyes konfliktustól megterhelve a mi viszonyunk, ami mondjuk ártana ennek a környéknek. És országos szinten, a parlamentben esetleg egy-egy felszólalás kapcsán? Ott némely alkalmakkor azért úgy izzik a levegő, ezt lehet érezni, de ez teljesen rendjén van szerintem. Hogyha más országok parlamentjét nézzük, akkor egyébként azt kell mondani, hogy a Magyar Országgyűlés, illetve az ott folyó munka, a hangulat, az még mindig egy nagyon-nagyon visszafogott. Tudom, hogy ez sok esetben nem így látszik, és hajlamosak egyébként néhányan eltulozni azt, hogy micsoda acsarkodás folyik itt, mondjuk akkor a mi parlamentünkben, de ez nincs így. Még egyszer mondom, viszonyítás kérdése minden. És beköszöntött a nyár, a országgyűlési képviselőknek hogyan fog telni a nyár? Nem köszöntött be a nyár. Egyébként úgy nézett ki, úgy volt az eredeti ütemterv szerint, hogy június 15-ével kezdődik akkor a országgyűlési szünet. Most viszont beiktattak egy rendkívüli nyári ülésszakot, és jellemző egyébként a kormánypárt hozzáállására és a konszenzus keresésének hiányára, hogy igazándiból nem is tudjuk, hogy ez a rendkívüli ülésszak, ez meddig fog tartani. Itt többféle verzió van, július végéig, július elejéig, nem tudni. És mint úgy mondtam, sok esetben ez a bizonytalanság, amennyire frusztrálja az átlag embereket, annyira bosszantó egyébként a parlamentben ténykedő politikusok számára is, mert tervezni kellene, mert előre látni kellene a dolgokat ahhoz, hogy a folyamatokat egészében tudjuk értékelni, és sajnos ez nem így működik Magyarországon. Többek között nálatok, hiszen minden hónapban standoltok minden településen szinte, ahova eljuttok. Nagyatádon is minden hónapban találkozhatnak veletek az állampolgárok. Egy kicsit mesélj nekünk erről, hiszen márciusban, március 15-én kokárdát is osztottatok, húsvétkor pedig egy nyuszival vártatok a járókelőket, tehát azért ez most már hagyomány. De ha éppen máshol vagyunk, hogy Balcson, akkor lehet, hogy gyereknap alkalmával nyilván csokoládét osztunk, vagy éppen nőnap alkalmával virágot. Az én habitusom is inkább olyan, hogy jobban szeretem az ilyen közvetlen kapcsolattartást, mint sem a hivatalos lakossági fórumokat, vagy éppen fogadóórákat, és azt kell mondani, hogy ez jobban is funkcionál. Tehát amikor én elmegyek mondjuk falujárásra, és megnézem, hogy tényleg milyen problémákkal találkozunk egy adott településen, mik azok a kérdések, amik ott igazándiból foglalkoztatják az embereket, ez így sokkal jobb és sokkal több pozitív visszajelzést kap, mint hogyha plakáton vagy akárhogyan szórólapok útján hirdetnék egy lakossági fórumot,
mondjuk a művelődési központ egyik termében vagy szobájában, én kiállnék oda, elmondanám a magamét, mint valami porszívó ügynök, vagy bármiféle ügynök, aki rá akarja sózni a portikáját, hogy az ott megjelentekre, a lakosság, a falu népe pedig azt ott engedelmesen végighallgatja, nem szeretem az ilyesmit. Azt szeretem, hogyha a nyílt sisakkal bármit előhozva, spontán módon folynak ezek a dolgok. És akkor a jövőben is szeretnétek ilyet, illetve akkor majd az utcán találkozhatnak veled a nyertárgyak. Így van. És megszólíthatnak bármilyen kérdésre. Így van. Mi vállaljuk a kritikát, várjuk az ötleteket, várjuk a javaslatokat, és egyáltalán bármiféle hozzászólás. Nem csinálunk előszűrőt mondjuk egy fogadóra kapcsán. A Jobbik esetében ilyenről szó nem lehet. Ugye nagyon sokszor hangsúlyoztuk itt, pont az ilyen alkalmak kapcsán is, hogy a magyar politikai, mondjuk úgy, hogy osztálynak az egyik hatalmas nagy bűne az, hogy elzárkózott. Egyfajta ilyen elefántcsontoronyba húzódva nem akar tudomást venni az emberek mindennapi gondjairól, problémáiról. És hogyha követni ezt a metódust, az, hogy oda kiáll, az, hogy várja azt, hogy jöjjenek az emberek, és mondják őszintén, spontán módon azt, ami őket foglalkoztatja, bántja, talán többre jutna ez az ország. És te hogy érzed most a Jobbik, hol helyezkedne el mondjuk a politikai palettán? Erősödtetek? Mindenképpen erősödtünk, mindenféle felmérés ezt mutatja. Tehát most már azért hosszú ideje a Jobbik Magyarország második legerősebb pártja, és 2018-ban véleményünk szerint a Fidesz egyértelmű kihívója a Jobbik lesz. És amikor még szó volt arról, hogy akkor szeretnél bekerülni országgyűlési képviselőként a parlamentbe, beszélgettünk kétféle nagy programról a Jobbiknak, ugye ez volt a 60 lépés, illetve a 7 vezérterv. Erről beszélgessünk egy pár mondatot, illetve ezekről, hiszen egyik épül a másikra. Ellenzékben az a helyzet, hogy tényleg csak javaslatokat tudunk tenni. És a 2014-es kampány során azért itt a környéken is széles körben ismertetett, hogy a 60 lépés vagy éppen 7 vezérterv alapján haladunk mi tovább a megkezdett úton. Véleményünk szerint ez jelenteni Magyarország számára azt a lehetőséget, ami abból a történelmi kátyúból, amiben a 20. század során azért belelöktek minket, ki tudna keveredni az ország. Viszont ehhez fogadókészség kellene nyilvánvalóan a kormánypárti részről is. 24-en vagyunk, 24 fős jelenleg ugye Rigl Lajossal bővülve a Jobbiknak a frakciója. Az a helyzet, hogy ez az átütő eredményhez ebben a formában kevés. Bármiféle javaslat, hogy egyébként, amit tárgyalásra szeretnék bocsátani, adott esetben 40 fő kellene, 40 képviselő aláírása, és akkor itt utalhatnék mondjuk a halálbüntetésnek a társadalmi vitára bocsátásához szükséges politikai akaratra is, amit ő mereven elutasít a kormánypárt. És sajnos ez igaz, a többi nagyon-nagyon húsba vágó és tényleg lényeget érintő gazdasági javaslatokra is. De akkor te a jövőben is ementén szeretnél haladni, illetve kiállni a somogyiakért? Mindenképpen. Úgy vagyunk vele, hogy talán valaki valamikor meghallja. Máshogy nem lehet. Ez a dolgunk. Mondani, mondani és mondani. És ünnepségeket is tartotok, ti a magatok módján is mindenhol megemlékeztek. Most például legutóbb Trianonról. Így van, Trianonról, ami azért mondjuk el, hogy a Jobbik számára, vagy nemzeti radikális ember számára, ez messze nem a nemzeti összetartozásnak az ünnepe. Ugye sajnálatos módon a Fideszből egy ilyen barackfadalos, kis vidáman éneklős valamit csinált, holott ez a magyarság legnagyobb történelmi traumája és tragédiája véleményünk szerint. Ami még mindig fájósebb a nemzettestén, egyáltalán nem egyfajta múltba révedésről van itt szó, valamiféle olyan történelmi dologról, aminek a fölhánytorgatása fölösleges dolog lenne. Hiszen százezernyi, illetve több milliónyi elszakított magyar, ugye Magyarországgal határos területeken nap mint nap szembesül azzal, hogy jogkorlátozásban él, az, hogy megfosztják alapvető jogaitól. Nyilvánvalóan mindig elmondtuk, a magyarság sem bűntelen, nekünk is megvoltak a történelmi hibáink, viszont senkinél sem vagyunk alábbvalóbbak.
Ez pedig azt jelenti, hogy a Trianonban keletkezett sebeket igenis be kellene gyógyítani, ehhez viszont politikai erő, politikai akarat kellene. Ahhoz, hogy anyanyelvén tudjon egy elszakított területen élő magyar ember tanulni az általános iskolától, adott esetben a diplomáig a minimum kell, hogy legyen. És sajnos ugye azt látjuk, hogy a kormányzat itt is erőtlen, semmiféle feltételt nem támasztott Magyarország például Románia uniós csatlakozásának kapcsán, és most ugyanezt a hibát próbálják elkövetni, vagy viszi véghez majd a diplomáciánk, adott esetben Szerbia uniós csatlakozásának során, amit egy hatalmas nagy hibának tartunk, ugyanis az ott élő, a délvidéken élő még mindig legalább 250 ezer főt kitevő délvidéki magyarság számára ez az utolsó olyan történelmi lehetőség, amikor valamit ki tudunk vívni. No, ezért kell egyébként emlékezni, ilyen alkalmakkor is, mint mondjuk egy ilyen gyászos trianoni 95. évforduló, amikor is tudatni kell, és újfent elmondani azt, hogy ez nem ért véget, nem egy lezárt történet, itt súlyos feladatok várnak még ránk, amit meg kell oldani. Nagy Atádi szervezet munkájáról még egy pár mondatot, hiszen őkről is beszélnünk kell. A Nagy Atádi alapszervezetünk egy nagyon jól szervezett csapat. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a megyei rendezvényeknek, a megyei akcióknak nagyon lelkes támogatói. Nagy Atád nélkül a megye jobbikos szempontból nem tartan egyébként ott, ahol tart. Nagyon sokat hozzáadott az itteni lelkes tagság és az itteni vezetőség ahhoz, hogy Somogy megyében is előre tudjunk lépni. És a kisfalvak helyzetében, illetve hogy már említetted a közbiztonságot, te hogyan értékeled, akár kisfalvakban, akár a városokban milyen? Nyilvánvalóan Somogy megye Borsodhoz viszonyítva még mindig a békeszigetének tűnik. Viszont az is igaz, hogy nekünk itt Somogyban ne Borsod legyen a mérce. Mindenképpen tenni kell itt is valamit, mert ahogy nő az elszegényedés, úgy ezek a problémák egyre inkább fokozódni fognak. Viszont ha azt látjuk, hogy egész falvak nyomorognak, mert nincsen munka, és adott esetben, hogyha dolgozni szeretne, akkor sem tudna munkát találni, munkát vállalni ott helyben, mert egész egyszerűen nincsen, mert az a gazdálkodási metódus, amit mi most látunk, hogy a vidék Magyarországán az nem nyújt kellő életteret, kellő lehetőséget a falvakban élő, a falvakban vegetáló emberek számára, akkor azt kell mondani, hogy súlyos problémák vannak, és ezek a problémák, úgy, ahogy mondtam, még inkább ugye reflektorfénybe fognak kerülni az idő előre haladtával. A közmunka, amire mondjuk a kormány is sokszor szokott hivatkozni, nyilván mindenre nem kínál gyógyírt. A közmunkát alapesetben nem támadja a Jobbik mindenféle ellenkező híresztelés dacára. A közmunkával kapcsolatban egy fontos kikötésünk van, az legyen értelmes. A közmunka az ne valamiféle látszat, pócselekvés legyen, és az a közmunka ez legyen alkalmas arra, hogy visszavezesse ezeket az embereket az igazi piaci munkavilágába. Mert ez lenne egyébként a végső cél. Azt kell látni, hogy sok esetben ezek a falvak, amikor 100 évvel ezelőtt 2-3-szor akkora lakosságtömeggel bírtak, mint mondjuk most, képesek voltak eltartani az ott élő embereket. Most viszont ez a lecsökkent és előregedett lakosság is nyomorog, viszont ez annak a nagyon rossz és nagyon károsan meggyökeresedett gazdasági metódusnak a belejárója. Mondom, amit látunk. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a nagybirtok nem foglalkoztat egész annyi embert a vidéken, mint a kisbirtok. Hogyha ezeket az aránypárokat fölállítjuk, akkor azt látjuk, hogy a földek fele az a nagybirtokok kezén van Magyarországon, és Dél-Somogyban a helyzet az talán még rosszabb. Itt végeztünk egy kis számítást, az itteni nagybirtokosok ugye 12 nagy, több milliárd forintot, mint egy 18 milliárd forintnyi összeget kapott uniós földalapú támogatás formájában az elmúlt években. Azt kell megvizsgálni, hogy ezek a pénzösszegek hogyan hasznosultak, mennyire segítették a helyben maradást, mennyire segítették azt, hogy ezek az emberek, akik ott vidéken élnek,
munkához tudjanak jutni, és a családokban felnövekvő generációk számára mondjuk valamiféle példát tudjon jelenteni az, hogy a szülők rendszeresen tudnak dolgozni. Hogyha ez nem így történt, akkor óriási gondok vannak, már pedig ez nem így történt. Ebben mindenképpen be kell avatkozni. Birtokpolitikával ezt lehet, és kellene is egyébként befolyásolni. Volt is a Jobbiknak egyébként egy erre vonatkozó javaslata. Én magam is bementem annak idén a Mezőgazdasági Bizottság ülésére, ahol amellett érveltünk, hogy a nagybirtokok meghatározott hektárszám után igenis foglalkoztassanak embereket vidéken, mert az nem járja, hogy egyesek meggazdagszanak, és ezek a KFT vagy éppen BT döbrögik 10-20 milliós terepjárókkal furikáznak, miközben a falvak népe pedig a szószoros értelmében éhen gebed. Az nem járja, hogy ezek a hatalmas nagy latifúndiumok egyébként társadalmi és gazdasági dökhalált terjesztve tönkretegyék a vidéket, mint egy elérve azt, hogy a délsomogyi falvak kiürüljenek, és innét mindenki pánikszerűen meneküljön, aki csak egy kis perspektívát is szeretne a maga családja számára. A falvakban a mezőgazdaság lenne a kitörési lehetőség, vagy a megélhetés? Egyértelmű, így van. Tehát ezeknek a településeknek a föld, illetve az erdő jelenteni azt, amiből ők meg tudnak élni. A falujárások alkalmával szoktál beszélgetni az emberekkel, vagy hogy érted ezt a falujárás szót? Így van. Így van. Nagyon spontán módon történik a dolog. Sok esetben egyébként még előtte való nap sem tudom éppen, hogy melyik falut keressen föl. És igen, ott a közmunkásokkal, a kisboltban dolgozóval szeretek beszélgetni. Azzal az öreg nénivel, aki ott ül a kispadon a háza előtt, azzal az öreg bácsival, aki kapálgat a kertjében, ők tudják megmondani azt, hogy mi az igazi probléma, és ők tudják azt megmondani, hogy ott adott esetben, azon a településen mi az a legégetőbb gond, ami őket bántja. És én ezt tovább viszem. Nagyon megdöbbentő élményekkel találkozik egyébként ilyenkor az ember, tehát amikor azt látom, hogy az egyik faluban nők betonoznak, mert tulajdonképpen csak ők a közmunkásokat, vagy amikor azt hallom, hogy a polgármestertől hallom, hogy a 170 fős faluból már 27-en nyugaton keresik a boldogulásokat, akkor ezek mindig olyan momentumok, amelyek elsőként nyilván megdöbbentik az embert, aztán utána arra kényszerítenek, hogy nagyon-nagyon mélyen elgondolkodjunk azokról a folyamatokról, amelyek itt Magyarországon és azon belül Dél-Somogyban zajlanak. De ők azok, akik egyébként be tudnak számolni a valós közbiztonságról is. Ugyanis nem a rendőrségi statisztikáknak kell hinni. A statisztika az olyan, hogy ugye pont a lényeget szokta eltakarni, ebben ugye hasonlít a női bikinire. Higgyünk azoknak az embereknek, akik ott élnek, akik átérzik azt, hogy milyen az, amikor megtermelnek valamit, amikor dolgoznak valamivel, és annak a gyümölcsét nem ők aratják le. Higgyünk annak az idős néninek, akinek a háza elől a kispadnak a háttámláját is ellopták tüzelőnek. Ő majd akkor meg tudja mondani, hogy valójában milyen a közbiztonság itt Dél-Somogyban. Köszönjük szépen, Balázs, hogy elfogadtad meghívásunkat, további jó munkát kívánunk. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, mai adásunk ezen a véget ért, tartsanak velünk egy hét múlva is, további szép estét, kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra! A tavasz beköszöntével újraéled a természet, de ha nem óvjuk, az emberi gondatlanság végzetes lehet. Az erdő és egyéb vegetáció tüzek a jelentős anyagi károk mellett az állatok és az emberek életét is veszélyeztetik.
Egy tűz eloltása akár egy hét, a károk helyreállítása akár 100 év is lehet. Előzzük meg a tűzeseteket. Ne hagyjunk tüzet őrizetlenül. Ne égessünk tarlón vagy nádasban. Erdőben is csak a kijelölt tűzrakó helyeken gyújtsunk tüzet. Vegyük komolyan a tűzgyújtási tilalmat. Ne legyük körültekintéssel a tűzkár elkerülhető. Adásunk híreit az interneten is nyomon követhetik. Honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk nézőinket a legfontosabb közéleti, kulturális és sporteseményekről. Emellett színes és egyre bővülő képgalériával várjuk látogatóinkat. Összeállításainkat a videógalériában, illetve a YouTube csatornán bármikor visszanézhetik. Aktuális adásaink időpontjáról, témájáról is tájékoztatást nyújtunk oldalunkon. Ha friss információk érdeklik, ha többet szeretne tudni a város mindennapjairól, kattintson a www.mvtv.hu oldalra. Nagyatádi Városi Televízió, mert rólunk szól.